A találkozó fő témája az volt, hogy az egyes intézmények hogyan tudnak hozzájárulni a szakoktatás fellendítéséhez. Felmerült, hogy a Barangoljunk Székelyföldön elnevezésű program keretében el lehet vinni a gyermekeket tanműhelyekbe. A szakmák éjszakája programnak kidolgoznak egy egységes arculatot, és ennek megfelelően megtartják a megye minden térségében. Itt vetíthetnek kisfilmeket, amelyek bemutatnak egy iskolát, és egy az adott szakmában megvalósult sikertörténetet, javasolta Ferenc Salamon Alpár. A megyei tanács elvi határozatot fogadott el a kis szakma programról, ebből finanszíroznák a kiskonyha, a kisműhely és a digisuli programot. A digisuli a digitális készségek hangsúlyosabb fejlesztését szolgálná. Borbó Csaba 21 pontban írta össze a teendőket, ezek között szerepel például, hogy fel kell mérni, mire van szükség, viszont a felméréseket össze kell fogni egy rendszerbe, így a különböző intézmények is segíteni tudják egymás munkáját. Vissza kell nyerni a bizalmat egyrészt a vállalkozók, a cégek irányában, akik úgymond elvesztették a bizalmukat egy idézőjelben tett szakképzési rendszerben, amit az elmúlt 5-6-7 évben igazából Bukarest rossz döntései mentén el lettek torzítva, hatékonytalanná lettek téve, és igazából papírgyárként, tehát diplomagyárként működött ez a szakképzési rendszer. Másrészt vissza kell nyerni a bizalmat a gyerekek és a szüleik irányában is, hogy tényleg van szükség itthon is különböző szakterületeken jól megfizetett, vagy jobban megfizetett, szakképesített munkaerőre, és hát ilyen szempontból próbáljuk összehozni a feleket. A megyei tanácsnak nem direkt hatásköre, de azt látjuk, hogy a fiataljainknak ugye közel fele az élete első legnagyobb kudarca után, a bukott érettség után elhagyja az első munkanélküli segélyből az országot, és valahol vállal valamilyen tevékenységet, szakképzetlen munkát. Ahelyett azon kellene foglalkozunk, hogy a fiataloknak legyen pályorientáció tekintetében megfelelő információhalmaz, mert felmértük, hogy nincs igazából különösebben rátekintés, nincs különösebben lehetőség informálódni, ezért is a tanulmányi erőforrás központon keresztül szeretnénk olyan portálrendszert működtetni, ahol sok mindent meg tudnak tudni a fiatalok 5-8-as időszakban, hogy milyen, hova lépjenek tovább. Szeretnénk azt elérni, hogy minél több vállalkozó segítsen abban, vállalkozói szervezet, hogy a gyakornokság, az iskola másként program, vagy akár az önkéntesség révén egy-egy szakmába betekintést nyerjenek a gyerekek. De azt is szeretnénk elérni, hogy legyenek jó felszerelt tanműhelyek, hisz egy szakmát csak úgy lehet elsajátítani, hogyha tényleg olyan gépekkel, olyan felszereltséggel lehet tanulni, amit majd később a nagy életben is kell hasznosítani vagy használni. Az iskola másként programban is helyet kap a pályaorientáció. Legyenek pilóta projektek, mint például a Kós Károly szakközépiskolával indított program a Csíkszeredai megyeháza lépcsőzetének javítására. Listát kell készíteni arról, hogy milyen szakiskolai tankönyvek magyarra fordítására van szükség. A különböző programok és ötletek az intézmények partnerségével tudnak megvalósulni, hangsúlyozta a megye elnök. Hargita megyében óriási a szakképzett munkaerő hiánya. Hát óriási, és köztük több jól megfizetett állásban, és ezért is próbáljuk azokat a szakmákat is előtérbe helyezni, meggyőzni a helyi döntéshozókat, az iskolaigazgatókat, a tantestületeket, illetve a helyi tanácsokat, hogy adjanak esélyt a gyerekeknek, hisz vannak jól megfizethető szakmák, amelyekben szükség van itthon szakemberre, és ezt csak egy jó szakiskolai rendszeren keresztül lehet, hisz ha csak mémeljük a szakmának az oktatását, abból úgyse lesz semmi, ahogy mondtam, egy diplomán kívül, és ehhez a különböző feleket gyűjtöttük össze a munkacsoportban. Ferenc Salamon Alpár, az Oktatási Bizottságunk elnöke vezeti ezt a munkacsoportot, de hát itt van a tanfegyelőség, itt van az erőforrás központ, itt van a fejlesztési ügynökségünk, amely a fiatalokkal, a fiatal vállalkozókkal és egy sor tevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el, és ezt a kört szeretnénk bővíteni, de elindult a tevékenység, tennivaló van bőven, pályázatokat írunk, Kárpát-medencei működéseket próbálunk megvalósítani, és hát igyekszünk ott lenni minden iskola, minden szakosztály mellett, hogy az legyen vonzó, azt próbáljuk népszerűsíteni, és egy kicsit győzzük meg arra, ahogy mondtam, a szülőket, hogy ne bízzák rá magukat a számítógépre és a gyerekeiket, hogy majd a számítógép valahova pottyantsa be
nyolcadik osztály végén, és az a gyerek végkínlódja azt az osztályt, vagy egyáltalán lehet be se fogja fejezni, hanem mindenki a habitusának, az attitűdjének, a készségeinek leginkább megfelelő osztályba iratkozzon. Szükség van persze azokra is, akik elmélet irányba mennek, de szükség van azokra is, akik szakma irányba. Működik egy honlap, amely diákoknak és szülőknek külön biztosít platformot. Ezt kell továbbfejleszteni és vonzóvá tenni, illetve a televízióban is lehet bizonyos rendszerességgel adástéma a szakoktatás a népszerűsítés érdekében. Görbe Péter főtanfelügyelő fórumok szervezését javasolta a gyermeklétszám alakulásának témájával, amelyre az önkormányzatokat és az érdekvédelmi szervezeteket is meghívnák. A főtanfelügyelő ezt fontosnak tartja a hosszú távú tervezés szempontjából. A szakoktatás témájában végzett felmérésekről, elemzésekről és Hargita megye tanácsa kezdeményezéseiről a képernyőn látható linkeken olvashatnak.